Pedagógusnak lenni az egyik legszebb hivatás. Mi sem igazolja ezt jobban annál a több mint 200 pedagógusnál, akik diplomaszerzésük 50. Hatvan. Hatvanöt. És 75. jubileumának alkalmából arany, gyémánt, vas és gránitoklevelet vehettek át. Az esemény talán legnépszerűbb pedagógusa Sárkány Györgyné Árki Ilona volt, aki 1944-ben tanító, 54-ben pedig általános iskolai tanári oklevelet szerzett, így az ünnepségen gránit és vasdíszoklevelet is átvehetett. Én kántor tanító voltam, hát nálunk olyan, hogy énekelni ne tudjunk, nem volt. Zene, kötelező volt a zongora, a harmónium, aki akarta a zorgona. De volt egyházi zene, világi zene, akkor gyűjtött Kodály, hát a Kodály zenéjét. Hát annyira szerettük az énekkarunk, tehát a zenét megszerette az ember benne. Mi, ha összejöttünk, mindig énekeltünk, később is. És akkor volt a gyűjtés, tehát ezek a régi, elindultam szép hazámból, híres kis magyar, ezeket énekeltük. Mi úgy nem mentünk a tornapályára, hogy ne énekeljünk. Én sokkal több tanulást tennék az alsó tagozathoz, és ezeket az érzelmieket, nekünk ez volt drága, evel születtünk tanítóvá. Az ünnepségen minisztériumi kitüntetéseket, és aranykatedra díjakat is átadtak, melyeket kiemelkedő pedagógusi munkájukért vehettek át a díjazottak. Valamint rektori dicséretben részesülhettek egyetemünk szervezeti egységeinek munkatársai. Az FDS emlékplakettet idén Safné Nepel Andrea, az Állam és Jogtudományi Kar nyugalmazott tanulmányi ügyintézője kapta. Az eseményen a Pannon Gyermekkar köszöntötte az ünnepelteket.